Februártól drágább lehet a kenyér a Pékszövetség előrejelzése szerint, mivel ebből próbálják a pékségek kitermelni a pékek megnövekedett bérét. Így a fehér kenyér kilójáért a jövőben akár 400 forintot is fizethetünk. Vendégeim Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, és Vajda József, a pékműhely tulajdonosa. Jó reggelt kívánok! Valós ez, amit állítunk, vagy amit mondunk? Vagy akár még ennél többet is kell majd fizetnünk a kenyérért? Hát igazából ezt nálam biztos nem, de az a helyzet, hogy szerintem a munka nincsen megbecsülve. Tehát hogy azok az emberek... Volt valaha megbecsülve? Most nincsen. Uh-huh. Tehát abba az irányba kellene elmenni, hogy aki dolgozik, az legyen jobban megbecsülve. Mert az, hogy az a rétege ennek az országnak, aki végül is megteremti azt, hogy a többinek legyen, azt jobban meg kellene becsülni. Ugye én értem, hogy ez azért is probléma, mert hogyha megemelkedik a kenyér ára, és mondjuk akár ilyen összegben, vagy akár többre, akkor azoknak az embereknek ez egy problémát okoz, akiknek kevés pénzük van. De nem csak a kenyér árának kellene emelkednie, hanem a kenyér minőségének is kellene akkor. Szóval szerintem az egy kicsit összetettebb kérdés, mert nem csak áron kellene emelni, hanem a minőségen is kellene emelni. Most erre vannak próbálkozások. Lesz egy ilyen kormányrendelet is egyébként, ami ezt előírja, arról majd mindjárt beszélünk, de hogy ugyanez a kérdés egyébként önhöz is fordulva, hogy valóban fog emelkedni, és valóban ennyibe fog kerülni? Az, hogy mennyibe fog kerülni a kenyér egy hónap múlva, azt nyilván nem fogjuk tudni pontosan megmondani itt most ketten, bár a beszélgető partnerem könnyebb helyzetben van, hiszen ő saját maga sütés árulja a kenyerét. Ugyanakkor volt már rá példa Magyarországon arról, hogy évtizedes távolabban a kenyér ára nagyot ugrott, a gabona árak megemelkedtek 70%-kal, a lisztára felével, a kenyér ára negyedével. Tehát mozog a kenyér ára is, de ehhez alapos ok kell. Engem az zavar egyébként, hogy múlt év augusztusában már elhangzott nyilatkozat, hogy valóban a munkaerő költségek miatt, és ebben nincs is vita köztünk, hogy ez egy óriási feszültséget jelent a kisvállalkozásoknál. Januártól 30%-kal emelkedik a kenyér ára. Hát januártól nem emelkedett 30%-kal a kenyér ára. Ennek mi az oka? És nekem van egy gyanúm, hogy februártól sem fog emelkedni 30%-kal a kenyér ára. Egyszerűen az az oka, hogy a kenyér a legalapvetőbb élelmiszer Magyarországon, és ennek az árához csak nagyon óvatosan lehet hozzányúlni. Volt most is egyébként... Igen, mert óriási felháborodás váltanak ki, hát ugye, hogyha ez jelentősen megemelkedne, hiszen alapvető élelmiszer. De ha bemegyünk két élelmiszerboltba, akkor ott biztos, hogy különböző kenyérárat látunk. Van egy átlagár, a KS adatai szerint decemberben a fehér kenyér ára, ez egy országos átlag, 270 forint körül mozgott, de hát két ahánybolt, annyiféle árat látunk általában. És verseny van a piacon. Na most a kereskedő miben érdekelt, ez az ő üzleti érdeke, hogy bejöjjenek hozzá a vásárlók, kenyeret mindenki vásárol, tehát a kenyére a legárérzékenyebb termék ma Magyarországon. Ezért nagyon nehéz emelni az árát, akkor a vásárló keres egy olyan boltot, ahol hát ha olcsóbb. Tehát az, hogy felháborodás lenne, ebben lehet így is fogalmaz, ezzel nyilván egyetértünk. Ugyanakkor alaposan körbe kell járni, ez valóban egy bonyolult kérdés, és nem csak munkaerőköltségről van itt szó, hanem sok minden másról is. Ugye azért nekem van egy hiányérzetem, mert most mindenki az alacsonyabb áfakulcsú termékeket keresi. Én nagyon csodálkozok azon, hogy a kenyér áfáját, ami most 18%, azt miért nem csökkentették 5%-ra. A problémák egy része orvosolható lett volna. Azt hiszem, hogy a pékáru piacon is van azért némi feketézés, ugyanúgy, mint máshol, ez nyilván megszűnt volna. Hát ne nézz, én nem feketézek. Azért fordultam, Én azért fordultam jobbra, hogy megerősítést kapjak, hogy vannak olyan piaci szereplők, akik ártanak a tisztességes piaci szereplőknek. Ez mindenhol van, minden ipari szegmensben. De ott, ahol az áfakulcs lecsökkent 5%-ra, ott gyakorlatilag ez csak nem egészében megszűnt. Tehát az áfakulcs csökkentésnek van egy ilyen áldásos hatása is, amellett, hogy ugye az egy olyan akció, ahol az állam állja a cekhet, tehát ez biztos, hogy mindenkinek jó. Miből áll össze egyébként a kenyérnek az ára? Tehát, hogy mi minden összetevője van? A legkevesebb szerintem az alapanyag. Tehát
Én úgy gondolom, a liszt, a tojás. Hogy ez, igen, én úgy gondolom, hogy az áfa csökkentés és móka, ez nem jó irány. Ez nem jó irány. Szerintem ez teljesen fals irány. Inkább szerintem az kellene, hogy azok a szakmák, ahol dolgoznak, tehát bizonyos szakmák, ahol rendes kétkezi munka folyik, effektív és termelnek. Így van, ott kellene a munkát terhelő adókat csökkenteni. Tehát bizonyos távolszámoknál kellene csökkenteni az adót. Mondjuk ez mindig vita egy a szolgáltatóipar meg a termelő piacok között, hogy akkor most melyik ér többet, vagy nem ér többet, de önnyilván hát a szolgáltató nem tud mit szolgáltatni, ha nincsen megtermelve. Tehát ez egy piramis, aminek most az alja kezd el széthullani. És akkor följebb sem lesz mit eladnia a kereskedőnek, illetve a kereskedőnek lesz, mert hogyha nem Magyarországon lesz megtermelve, be fog lépni majd egy multi nagyvállalat, aki majd hozza be a kenyeret, tehát ezzel nem lesz probléma. Tehát itt arról van szó, hogy meg kell lennie ma Magyarországon ennek. És most igazából, tehát nem is nekem kellene itt ülnöm, már jó, hogy itt ülök, tök klassz, örülök neki, meleg van, de rengeteg olyan pék dolgozik most, mert mi többeket is felhívtatok, csak én ráértem, ők még nem érnek rá, mert melóznak. Nem tudnak felvenni másik embert, mert nincsen, és hogyha most változtatna valaki, azt mondja, hogy jó, legyen 400 forint nálam a kenyér, a multinál nem lesz 400 forint a kenyér. Érted? És akkor elveszíti... Hanem sokkal rosszabb minőségben, de 200 forint lesz. Nem csak ez a lényeg, hanem oda bemegy, azért megy be oda az ember, mert nincs pénze. Nem azért veszi meg a multinál, hát azért veszi meg a multimán, mert nincs pénze. Te akkor, hogyha tele vagy tömve lóvéval, akkor azt döntöd el, hogy jól megveszem inkább az olcsóbbat, igaz, hogy nem bírom megenni, hát azért veszed meg, mert nincs pénzed. És a kenyérsütés szabályozásáról mi a véleménye? Az újról? Az újról. Hát, szépen mondjam. Úgy, hogy mondjuk beleijjen egy élő műsorban. Tehát szerintem, nem tudom kisipolni. Szerintem, nem fogja, nem, szerintem azt nem fogja elérni, hogy minőségileg jobb legyen tőle a kenyér. Tehát nem lesz minőségi változás, én úgy gondolom, mert ahhoz ez kevés. Ahhoz, hogy több legyen, sajnos ez nagyon kevés. Tehát mondom, ahhoz meg kellene becsülni azt, aki készíti. És akkor több lenne. Teljesen igaza van. Én ezt másik oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, de azt hiszem ugyanoda fogunk kialkulni, hogy ebben egyetértünk, hogy Magyarország egyik legnagyobb gazdaságpolitikai gondja, hogy a kisvállalkozások mozgásképtelenek, tőkéjük nincs. A mostani járulékcsökkentést, mert ugye az alapvető probléma a PÉK Szövetség nyilatkozata szerint korábban a munkaerőhiány volt, többet kell fizetni, most pedig a minimálbér emelés. De hát ez általános, ez nem csak rájuk igaz. Kisvállalkozásoknak kellett volna nagyobb járulékcsökkenést adni. Hát viszont érdekes volt hallani egy olyan embert is, aki egyébként ebben benne dolgozik, és nem csak elméleti szakember. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak.